beszélgetünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban. Kutatója vagyok, a mai este házigazdája. A vendégem Helma Róbert történész, egyetemi tanár, akivel Mácius Idusa kapcsán fogunk ma beszélgetni, méghozzá arról, hogy a 48-as Mácius ifjak mit tettek a szabadságharcban, egyáltalán mundérba öltöztek ezek az ifjak, és mit tettek a magyar szabadság és a magyar függetlenség érdekében Petőfi Sándorral. Kellene akkor kezdenünk, hiszen ugye ő az egyik legismertebb Mácius ifjú, és ráadásul ugye a születésének ünnepeljük ebben az esztendőben a 200. évfordulóját. Petőfiről rengeteg legenda, történet kering. Mennyire vált ő be egyáltalán katonának? Jó estét kívánok én is. Ugye nagyon fontos hangsúlyozni, hogy Petőfi azon kevés márciusi ifjú közé tartozott, akinek 1848 előtt volt katonai képesítése, mert ugye 1839 és 41 között a császári királyi 48. Golner gyalogezredben, ez később ernőfőherceg nevét viselte, ebben szolgált, hogy is mondjam, már ott is antikatona volt, tehát megfenyítették, mert őrségben olvasott, illetve elszökött Sopronban Liszt Ferencnek a koncertjére, és ugye, ha jól tudom, Horácioszt olvasgatott. Igen, és latin eredetiben a tetejében, tehát ez még súlyosabb véteknek minősült. Nem tudjuk, hogyha nem lett volna egy jó indulatú ezredorvos, aki kiszuperálja, akkor valóban megszületik-e a János Vitéz és a Nemzeti Dal, lehet, hogy az egész márciusi forradalom elmarad, de szerencsére volt egy ilyen ezredorvos, aki 1841-ben leszerelte. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert Petőfi ugyanakkor, hát hogy is mondjam, kevés olyan antikatona volt a 48-49-es szabadságharcnak a tisztikarában, mint amilyen ő volt. Gyakorlatilag mindenkivel, akivel lehetett, összeveszett, egy valakit leszámítva, talán Bemapót, aki ugyanolyan elviselhetetlen alkolt, mint ő maga. Ugye Petőfi esetében fontos hangsúlyozni, hogy 48 tavaszán ő is nemzetőri szolgálatot vállalt önként. Megütötte volna egyébként a kauciót is. Pesten volt nemzetőrszázados. Hát a rangja az erősen bizonytalan, de az kétségkívül, hogy kétségtelen, hogy szerepel egy névsorban, mint Petőfi Sándor koszorús költő, ugye ezt adták meg foglalkozás gyanánt az ő esetében, és hát ahogy élesedett a helyzet, ugye kitört a szerbfelkelés, Jelosicsnak a csapatai készülődtek a magyar határon, hát egyre többen mondogatták, hogy Petőfi Sándor mindenképpen meg akart halni a hazáért, akkor még nincs a csatatéren. És ennek volt egy magánéleti oka, ez ugye az volt, hogy Szendrei Juliska valamikor 48. március 15-e környékén teherbe esett, és hát akkor már előre haladott terhes volt, amikor ezek a szemrehányások elhangzottak. Lényeg az viszont, hogy amikor bekövetkezik a horvát invázió, akkor szeptember végén Petőfi elindul ilyen országgyűlési vagy kormányzati küldöttként a Székelyföldre mozgósítani a székelyeket, de nem jut el odáig, mert közben kitör a román néplázadás, és a Páciumból kénytelen visszafordulni. Visszajön Budapestre, és itt Nyári Pál az Országos Honvédelmi Bizottmánynak, tehát a kormánynak a helyettes elnöke elintézi neki, hogy kapjon egy századosi kinevezést a Debrecenben szerveződő 28. honvéd zászlóhajhoz. Ugye ez volt az Egér zászlója, amelyik szürke nadrágot hordott a világos kék helyett. Így van, ugyanakkor tegyük hozzá, hogy egy kimondottan jó alakulatról volt szó, tehát a szabadsághoz folyamán elég vitézül viselték magukat, és jelentős összecsapásokban vettek részt a délvidéken, aztán pedig ahova a főhadszintére. Petőfi nem ment velük. Ahová Petőfi nem ment. Hát kellett volna, ugye szabadságot kért a zászlóhaj parancsnokától, Hrabéczi Miksa őrnagytól, arra utalva, hogy a felesége az, ha nem is minden órás, de mondjuk minden hetes, nagyjából egy hónap volt a szülésig hátra, és hát ugye Hrabéczi mondta neki, hogy hivatalosan a hadügyminisztériumtól, pontosabban a nemzetőrségi haditanástól kellene ezt kérnie. Ezt Petőfi meg is tette, nem jött meg az engedély, Petőfi kért még egy napot a zászlója elvonulása után, akkor se jött meg az engedély, és hát ezek után fogta magát is, elment Erdődre, Szendrei Júliához, és ott vigyázta az asszonyt, amíg meg nem születik Petőfi Zoltánka, pontosabban egy idő után aztán átköltöztek Debrecenbe. A szabadság engedély az való eltévedt a hadügyminisztériumnak az útvesztőjében, olyannyira, hogy Petőfi december végén újabb szabadságot kért, majd pedig januárban jelentkezett Kossuth Lajosnál, és közölte, hogy ő szeretne egy őrnagyi kinevezést, és ezzel együtt természetesen egy zászlóhaj parancsnokságot. Még mielőtt ez megtörtént volna, előtte járt a hadügyminisztériumban, ahol Mészáros Lázár hadügyminiszter éppen nem volt jelen, mert a felső-tiszai hadszintéren tartózkodott, viszont ott volt Fetter Antal vezérőr nagy a helyettes hadügyminiszter, aki hát egy ilyen nagyon forsriftos ember volt, általában nagyon merev, nagy
valószínűséggel életében nem nagyon mosolygott sohasem, és hát számon kérte Petőfin, hogy miért nincs rajta az előírásos nyakravaló. És Petőfi állítólag azt morogta neki oda a bajsza alatt, hogy majd kötök én neked nyakravalót kötélből, ami hát azért nem egészséges egy, hogy ismét engedély nélküli szabadságon lévő százados és egy tábornok viszonylatában. És amikor erről beszámolt Kossuthnak, ugye nagyon humorisztikusan azt írta, hogy ő eddig azt hitte, hogy a bakonyi kanászok a legcivilizálatlanabb emberek a világon, de mióta Fettel tábornokkal találkozott, meggyőződött, hogy ez nem így van. Hát ugye Kossuth látta, hogy itt nagyobb bajok is lehetnek, és elküldte Petőfit Bemapóhoz Erdélybe, hogy az is egy elviselhetetlen fráter, próbáljanak meg valahogy kívülni egymással. Így van. És egymásra is találtak nagyon érdekes módon, aminek nyilván sokfajta oka lehetett. Az egyik az az, hogy Petőfit megelőzhette a híre, hiszen Teleki Sándor gróf, aki az erdélyi hadseregnek volt a tábori fő intendánsa, tehát ellátó biztosa, az Petőfinek nagyon jó barátja volt, ugye ő volt a vad gróf, és nyilván valamit azért mondogathatott már az apónak arról, hogy ki ez a figura. A másik, hogy Petőfi imádta a franciákat, akár csak Bemapó, illetve tudott is franciául. Ők ilyen nyelven is értekeztek egymással? Én azt gondolom, hogy igen, németül is megtehették volna, de azért a BEM németje azt hiszem, hogy nem volt annyira erős. És nyilván szívesebben kommunikált franciául, hiszen a 30-31-es lengyel felkelésnek a leverését követően ő nagyobb részt Franciaországban élt. Az első hadi jelentéseit is, amiket Kossuthnak hívt, még saját kezűleg, mielőtt előtték az újját Szászvárosnál, azokat is francia nyelven írta, és Petőfinek is, amikor hadi jelentéseket diktált, akkor ezek mind francia nyelvűek voltak. Vajon a derékszékelyeket milyen nyelven lelkesítette Bemapó, mert ugye több alkalommal lehet olvasni arról, hogy előre székelyek, fölkiáltásra búzította őket, de valószínűleg ennél többet nem is nagyon tudott magyarul. Hát igen, ez a basic ungár, vagy nem tudom mi lehetett, ugye előre székeli, ez így volt, mert ugye többes számot azt már lengyelesen vagy szlávosan tette hozzá, meg hát ugye nem az számított, hanem a példaadás, és mondjuk az kétségtelen, hogy az apu az példaadásban soha nem állt az utolsó sorba, azért is sebesült meg annyi alkalommal a szabadsághozban, illetve korábban is. Na most ugye Petőfi szerencsétlenségére akkor érkezik meg az erdélyi hadszíntére, amikor BEM-nek az észak-erdélyi diadalmenete éppen véget ér, mert hogy lement délre, megtámadta Nagyszebent a katonai ellenforradalom központját, és hát elég komoly vereséget szenvedett, utána visszavonult egészen Szelindekig, ott még visszavelte Puchnának a csapatait, majd pedig a jobban védhetőnek vélt Vízaknára, és ez volt nagy valószínűséggel az első ütközet, amiben Petőfi ott van, és ez mindjárt egy jó nagy vereség volt. BEM a seregének egy jelentős részét, illetve majdnem a teljes tüzérségét ott hagyta a Vízaknai sóbánya különböző helyszínein, illetve magában Vízakna városában, és ezt követte az a nagy visszavonulás egészen Déváig, amit Petőfi meg is énekelt a Négy nap dörgött az ágyú című versében. Tegyük hozzá, hogy itt már harcba kerül Petőfi, tehát megmutatja azt, hogy katonaként mennyire válik be, és személyesen is kimondottan bátran viselkedett, parancsőrtiszt volt, tehát BEM-nek a parancsait kézbesítette az alakulatoknak, és időnként önállóan is eljárt. Vízaknánál még akkor is megpróbálta rohamra vezényelni a gyalogságot, amikor már megvolt az összeomlás, és már elrendelték a visszavonulást, úgyhogy Bethlen Gergely ezredesnek kellett lebarmolni, hogy most már nem ez a direktíva, hanem most már vissza kell menni. Maga ez a visszavonulás is nagyon kinkeserves volt, tehát minden egyes útbeeső Szászvárost gyakorlatilag be kellett lőni a kaputágyúval, mert hogy elzárták előlük. Előről is, hátulról is mindenhol jött az ellenség, és hát nagy szerencséjük volt, hogy végül is Magyarországról kaptak segítséget Domjanis János tábornoktól, illetve Zarán megyéből. És Petőfival, hogy ekkor tájt kapott, hogy megbízást arra, hogy Debrecenbe utazzon a képviseletében. És ekkor jön egy újabb incidens. Így van, ugye tegyük hozzá, hogy úgy tűnik, hogy BEM tényleg megszerette, ilyen fiaként szerette meg Petőfit, és hát miután látta, hogy itt azért elég komoly veszélyek fenyegetik, meg hát mégiscsak családos ember, elküldte Debrecenbe futárként. Maga az út sem volt veszélytelen, mert a román felkelők által megszállt Zarán megyén keresztül vezetett, akik hát az ilyen futárokra, meg az ilyen kisebb szállítmányokra előszeretettel vadásztak, és előszeretettel verték őket agyon, de Petőfi szerencsére megúszta, odaért Debrecenbe, hát először a családdal foglalkozott, olyannyira, hogy úgy kellett berendelni a hadügyminisztériumba, ahol most már Mészáros Lázárral, a hadügyminiszterrel találkozott, és hát Mészáros is megleckésztette azért, mert nem volt rajta nyakra való. De Mészáros addig-addig pirongatta, míg Petőfi nyelte befelé a mérgét, majd pedig megírta a lemondását a századosi rangjáról egy elég csípős levél kíséretében. Hogy ez közkincsé is tette? Nem ő tette közkincsé, ez volt az érdekes, hanem Mészáros tette közkincsé, a közlönyben, a hivatalos közlönyben kommentáról megjelentette, hogy hát miknek van kitéve a hadügyminisztérium. Na most ugye Petőfinek se kellett sok, azonnal írt egy ilyen disztichonban elkövetett verset, nyakra
Napra való címmel, amelyben hát azt írta, hogy eddig azt hitte, hogy a honszeretet és a bátorság a katonának a fő kelléke, de Mészárostól megtudta, hogy a nyakra való a legfontosabb, és a végén még oda pörkölt, hogy mert hogy az ő had a mejói hősleg megfut a múlt volt, egytől egyig mind nyakra valóba vala, utalva arra, hogy Mészárost január 4-én jó megverték Kassánál Sliknek a csapatai. Na most ugye Kossuth megint látta, hogy baj van, és megint elküldte Petőfit Bemhez futárként. Most megint ahhoz érkezett éppen időbe, hogy részt vegyen a meggyesi ütközetben, amit megint elveszítettek. Utána viszont nagy valószínűséggel megfázott, és Kolozsváron gyógyítatta magát. És március 15-én a hajnali órákban Csányi László erdélyi teljhatalmú országos biztos elküldte futárként Debrecenbe, és szegény Petőfinek nagyon nem volt szerencséje. Tehát ugye a kolozsvári ünnepségeken még nem vehetett részt, a debrecenieken már nem vehetett részt, és hogyha pár órával később indítják el, akkor ő vihette volna meg Debrecenbe azt a hírt, hogy Bem elfoglalt a Nagyszebend. Így viszont ilyen PIMF adminisztratív ügyekről szóló írásokat vitt magával. Kivételesen senkivel nem veszett össze Debrecenben. Igen, akkor rendben volt minden. Ami azt hiszem csak annak köszönhető egyébként, hogy egy fél napot töltött ott, és utána tovább is ment Nagyszalontára, mert ott volt a családja, és utána pedig visszatért Erdélybe. Kivételesen jókor érkezett, ugye Bem már a erdélyi hadjárat diadalmenetének a végén volt. Nagyszeben megvolt, Brassó megvolt, az oroszokat kisöpölték, az osztrákokat szintén, már csak Gyulafehérvár meg az érchegység volt a császáriak, illetve a román felkelők kezén, és Bem elhatározta, hogy kijön a bánságba, és azt is megtisztítja a császári csapatoktól. Előtte még kitüntették a magyar katonai érdemrend első osztályával, és Bem is kitüntette Petőfit a harmadik osztályjal a csatatéri szerepléséért. És amikor május elején léptett elő őrnaggyát. Így van, hát ez már a bánsági hadjárat. Ott már Petőfi valóban győztes ütközetekben is részt vesz, és a magyar haditudósító irodalomnak a legjobb darabjai közé tartoznak azok, amiket a bánsági hadjáratról írt, és május 3-án vagy 4-én megint futárként elküldte Debrecenbe. És akkor megint az őrnagyi kinevezésével is megint történt valami, és ebben kivételesen Petőfi teljesen ártatlan volt. Tudnélik, az történt, hogy amikor Bem kijött Erdélyből, akkor Kossuth-tól ígéretet kapott arról, hogy a Bácskában és a bánságban lévő magyar csapatokat alá fogják rendelni. Ez egyébként teljesen normális volt, mert rangban, tapasztalatban, mindenben fölött állt az ottani parancsnokoknak. Igen ám, de ezt elfelejtették közölni Vécsei Károly tábornokkal, az aradi ostromseregnek, az 5. hadtestnek a parancsnokával. És ugye Bem kijött, elkezdte kergetni az ellenséget Temesvár irányába, és közben mindenfelé küldött erőket, úgyhogy mire odaért Temesvár alá, hát nagyjából volt 2500 embere, de lehet, hogy annyi sem, a 8000 főnyi védősereggel szemben. Ami hát azért kevés az üdvösséghez, és azonnal intézkedett, hogy a vécsei valamelyik különítményét magához rendelte erősítés gyanánt. Ugye a különítmény el is indult, amikor vécsei erről értesült, visszarendelte a különítményt, mondván, hogy ez neki aradostromához, illetve az árulásához feltétlenül szükséges, de felajánlotta Bemnek, hogy küld helyettük másikat. És Bem ezen annyira fölhúzta magát, hogy azonnal följelentette Vécseit az Országos Honvédelmi Bizottmánynál, ami még nem lett volna akkora baj, de Petőfivel lefordította magát a feljelentő levelet, és közzététette az erdélyi hadseregnek a félhivatalos lapjában, a Honvédben, magyar fordításban. Még talán el se lett volna baj, de hát ugye a sajtó az már csak olyan, hogy szereti a botrányt, hát azonnal az összes magyar lap átvette, leszámítva a hivatalos közlöny természetesen, tehát hogy abból nem lehetett csak megtudni, hogy mi a helyzet. És amikor megérkezett Petőfi Debrecenbe, akkor mindenki meg volt róla győződve, hogy nem csak, hogy ő tette közzé, hanem hogy a Bem engedélye nélkül tette közzé ezt a levelet, és hát ekkor megint új hadügyminiszter volt. Mészáros már lemondott, és helyette ugye Görgeit nevezték ki, de Görgei éppen Budát ostromolta. Elküldte maga helyett Klapka Győr tábornokot, aki ugye egy 29 éves fiatalember, sikerekkel a tavaszi hadjárat haditervével a háta mögött, és hát ő is számon kérte Petőfin, hogy is volt ez a hadi jelentés, és Petőfi hiába állította, hogy neki ez csak annyi köze volt, hogy a Bem parancsát teljesítette. Klapka nem hitt neki, és mondta, hogy hát maradjon Debrecenbe, amíg tisztázódik az ügy. Na most közben Petőfi értesült, hogy az édesapja március végén meghalt, illetve az anyja az pedig halálos beteg Pesten, és szeretett volna oda utazni, és engedély nélkül gyakorlatilag elhagyta Debrecent. Nem erősítették meg a Bemtől ekkor már megkapott őrnagyi rangját, és Petőfi miközben utazik el Debrecenből, a szolnoki vasútállomásról még írt egy levelet Klapkának, amiben egyrészt követelt, hogy erősítsék meg az őrnagyi rangját, Klapka kérjen
tőle bocsánatot, és egyáltalán adjanak neki elégtételt. És ugye párbajban, hogyha lett volna közöttük, akkor lelőtte volna, mint egy nyulat. Mint egy verebet, mert én meglehetősen lövök, írta ugye a hadügyminiszternek, tehát a harmadik hadügyminiszterrel sikerült összekapnia, el is ment Pestre, nem lett volna ebből nagyon nagy baj. Klapka persze azonnal följelentette Petőfit Görgeinél, két fogalmazmányban is megírta a feljelentő levelet, de aztán nem küldte el. Ugye azért óvatos duhaj volt, tehát tudta, hogy ha nem muszáj, akkor az ember nem csinál botrányt. És nem lett volna semmi baj, hogyha közben a kormány nem küldi Klapkát is Budára, mert úgy tartották, hogy hosszú ideig tart az ostrom, és hát mit ad Isten, a budai táborban valahol összefutott Petőfivel, akit azonnal letartóztattatott. A továbbiakban ismerjük a Petőfi verzióját, meg a Klapka verzióját, a kettő természetesen nem találkozik. A Klapka emlékiratairól is mondhatjuk, hogy olyanok, mint a Jókai emlékiratai, hogy minden pontos, amit nem saját magáról ír. Ő ugye azt állítja, hogy kibékültek Petőfivel, nagy valószínűséggel annyi történt, hogy két tisztet küldtek Klapkához, hogy kérjen bocsánatot Petőfi nevében, és hát aztán elengedték Isten hírével, ez Görgeinek a fellépése hatására történt, aki állítólag Petőfi volt a kedvenc költője, és személyesen találkoztak is. De lényeg az, hogy Petőfi ezek után úgy döntött, hogy elhagyja a hadsereget. De akkor köszönt le másodjára. És akkor köszönt le másodjára, az egyébként meg sem erősített őrnagyi rangjáról. Ugye a katonai adminisztráció meg olyan volt, hogy elfogadták a lemondást a meg sem erősített őrnagyi rangjáról, de gyakorlatilag június végéig állományban tartották, tehát amíg a Görgei volt a hadügyminiszter, mert úgy nem nagyon volt szegénynek pénze. Ugye júliusban föladják a fővárost, Petőfi elmegy Mezőberénybe, és úgy gondolta, hogy hát akkor már itt kihúzza a és közben eladta a kincstári hátas lovát is. Amit Bemtől kapott, de azért tegyük hozzá, hogy nem volt egészen jövedelem nélkül, mert hogy felajánlotta a kormánynak a Honvéd című versét, amit Szemere Bertalan, aki maga is szépíróként is megmérette magát, néha könnyűnek is találtatott ebbéli minőségében. Szemere Bertalan miniszterelnök és belügyminiszter intézkedésére nagyjából egy 5-600 forintos jövedelmet kapott. Ez megfelelt egy akkori megyei köztisviselő éves jövedelmének, tehát mondjuk Arany János nagy szalontán jegyzőként ennyit keresett egy év alatt. Valószínűleg minden idők legnagyobb magyar írói honoráriumát kapta Petőfi ezért a versért, de hát miután egyéb jövedelmé nem voltak, ez nagyjából arra volt elég, hogy az adósságait törlessze. És ezért is ment Mezőberénybe, maradt az unokatestvéréknél, az Orlaiéknál lakhatott. Nem tudjuk, hogy mi lett volna, hogyha nem érkezik meg Egressy Gábor, illetve Kis Sándor százados a Bem futárja július 17-én, de hát megérkeztek és elindultak együtt Erdélybe, és ugye Berezken találkozik Bemmel július 25-én, ugye Bem éppen jön vissza a moldvai hadjáratából, és ekkor indul a Segesvár elleni támadásra, ahol megpróbálja gyűrűbe fogni az orosz főoszlopot Lüdesz tábornok vezénylete alatt, de hát a három bekerítő oszlopból csak a Bemi jött meg, és hát az meg kevés volt az üdvösséghez, úgyhogy ebből július 31-én egy katasztrofális vereség lett, amelynek a végén mindenki menekült, így Petőfi is kénytelen volt menekülni. Hogy pontosan mi történt vele, azt nem tudjuk, de ugye utoljára ott a Fehéregyháza és Héjasfalva közötti Buni kaptatón látta Lengyel József sebészorvos. Az Ispánkút környékén. A kutatások az Ispánkút környékére teszik az elestét, nekem ebben a tekintetben vannak kételjeim, de miután az oroszok elég precízen és nagyon kegyetlenül üldözték a menekülőket, nyilvánvalóan útközben kaszabolták le, az biztos, hogy 49. július 31-e után élve senki nem látta, a hadifoglyok között nem volt, mert hogy volt olyan magyar őrnagy Bauer Lajos, aki jól ismerte Petőfit, fogságba esett, megszökött és nem találkozott vele, és semmifajta életjelet nem mutat ezt követően, hogy most ezekkel a mesékkel, hogy az oroszok elvitték és Szibériába került, és nem tudom, átoperáltatta magát nővé, mert akkor ott voltak nem váltó műtétek, és elvette a helyi postamestert, vagy a postamester vette el őt, ezek nem számítanak, tehát ezek mögött semmifajta komoly bizonyíték nem áll. Én azt gondolom, hogy Petőfi, ahogy megjövendőlt az egy gondolat bánt engemet kezdetű versében, ősi halált halt a harcmezőn. De azért azt is tegyük hozzá, hogy a korabeli kép ábrázolásokkal ellentétben, hogy nem egy volt a csöges alatt, hanem civilben volt. Így van, ezért is gondolom azt, hogy a leírások egy jelentős része az erősen megbízhatatlan ebben a tekintetben, tehát például az Auguszt Heyte nevezetű őrnagy, aki látni vélte őt, és erről 1854-ben jelentést is tett, ő sok mindenkit láthatott, csak Petőfit nem, mert Petőfi beosztás nélküli tisztként vett részt magában az ütközetben, tehát mondjuk kitüntetések, vagy parancsok, vagy ilyenek nem nagyon lehettek nála, de kimondotta, megtiltotta neki még Marosvásárhelyen, hogy kövesse őt, de hát Petőfi nem bírta vérével, és
ugye elment a segesvári ütközetbe. Voltak éppen itt Hamari Dánieltől kezdve Degei Lajoson keresztül még nagyon sok náciusi ifjúról lehetne beszélgetnünk, hogy mit tettek a honvéd egyenruhában a magyar szabadsághoz időszakában, de zászlógyalánt még talán van annyi időnk, hogy nagyon röviden egy másik náciusi ifjúról, Vasvári Pálról tudnál-e nekünk egy-két érdekességet mesélni, hogy hogyan halt például a hősi halált. Igen, hát ugye Vasvári két alkalommal ment, ha úgy tetszik, frontszolgálatra. Ugye nagyon érdekes, neki semmifajta katonai előképzettsége nem volt, ugyanakkor kimondottan szerette a történelmet, és 48 októberében közvetlenül a Pákozdi csatát követően a fővárosban összerántottak egy ilyen mozgósított nemzetűri és önkéntes zászlóját, és ezt Vasvári vitte el a lajtai táborba, de magában a svehati csatában már nem vett részt, mert előtte visszajöttek. A következő az 49. január, amikor megbízást kap a Rákóczi Szabadcsapatnak a szervezésére. Bihar megyében áprilisban kerül a hadszintére, április végén. Ez ott a Bánfi-Hunyad környéke az ottani havasok, főleg a román felkelőkkel van dolga. Május végén aztán elhagyja az alakulatát, és csak június végén, július elején valamikor tér vissza, amikor egy utolsó nagy kísérlet történik arra, hogy a román felkelést megpróbálják felszámolni, de az orosz intervenció miatt a hadoszlopoknak a többségét visszarendelik, az ő hadoszlopukhoz viszont nem érkezik meg időben a visszarendelő parancs, egy Buzgó László nevű százados vezeti őket, tehát Vasvári nem parancsnoka, hanem beosztott tisztje volt ennek a különítménynek, és július 6-án a Havas Nagyfalunál, vagy Mörizelnél, ahogy románok mondják, a román felkelők gyűrűjébe kerülnek, akik ugyan az egész oszlopot nem tudják megsemmisíteni, de az utóvédet és az ott lévő tüzérséget elég alaposan megtépázzák, és Vasvári ott marad az ágyuk védelmére, és hát közben kerítik be. Nagy valószínűséggel fejszével csapták agyon, és utána még átszúrták a mellét lándzsával, több száz bajtársával maradt ott, a különítménynek a nagy része viszont kivágta magát. De az ő holteste sem került elő. Így van, és hát tegyük hozzá, hogy ezen nem lehet különösebben csodálkozni vesztes ütközetek alkalmával, az a csoda, hogyha valakit egyáltalán be lehet azonosítani. Hát köszönöm szépen. A mai vendégem Herman Róbert történész egyetemi tanár volt, akivel arról beszélgettünk, hogy Petőfi Sándor és a máciusi ifja, aki egy némelyike mit tett honvéd egyenruhában 1848-49 folyamán. Köszönjük figyelmüket az este mai házigazdája, Babuts Zoltán, hadtörténész, a Magyarság Kutató Intézet vezető kutatója. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok!